A Szegedi Mozgássérültek Alternatív Egyesületének sportnapján három intézmény fogyatékkal élő gondozottjai vettek részt. A csapatok szabályos bemelegítést követően álltak a rajthoz. A csapatkapitányi tisztséget közismert, sikeres sportolók vállalták. Szepesi Ivett, Lajkó Krisztián és Vadkerti Attila. Ők segítettek a feladatok végrehajtásában és a versenyzők lelkesítésében is. Én ezt úgy fogtam föl korábban is, hogy amennyiben mi tudjuk egy rendezvénynek a fényét esetleg emelni a személyünkkel, akkor ennek mindig eleget tettünk, de ez természetesen ez belülről is fogható érzés, hiszen van két gyermekem, és többször őket is ugye próbáljuk nevelni az elfogadásra, illetve arra, hogy mindenki egyenlő. A feladatokat csapatban közösen teljesítették, ami igen jó hangulatot adott. A sportnap résztvevőit azokban az intézményekben választották ki, amelyekben gondozzák őket. Így mindenki a már ismert képességei alapján vehetett részt a vetélkedőn. A versenyszámok összeállítása gondos, előzetes munkát igényelt. Próbáltuk úgy összehozni ezeket a feladatokat, hogy az ő értelmi, illetve mozgás sérüléseikhez megfelelő legyen. Minden csapatkapitánnyal megbeszéltük, hogy ezek a feladatok vannak, illetve külön kikértük a véleményüket a különböző intézményeknek a kísérőitől, hogy megbírják ezt csinálni. A rendezvényt magánszemélyek és vállalkozások is támogatták. Az ételt, italt és az érmeket is adományokból fedezték a szervezők, épp úgy, mint a napfénykupát.